A műsor támogatta az Elements Budapest. Én leginkább úgy szeretem megfogalmazni a felelős állattartást, hogy két irányban van felelősséged. Van a társadalmi felelősség, amit már többször kiveséztünk így a műsorok során, és van a kutya, mint állat iránti felelősség, ez ugye az állatvédelmi része az egésznek. Ez a felelősség pedig magában foglalja azt, hogy neki, mint állatnak, kielégítsd az ő vele született igényeit, amire neki szüksége van. És adott esetben a mi kutyásoktatói szemléletünkben ezért szoktuk mondani, hogy jó az, hogyha te föl tudod építeni, hogy adott esetben mondjuk le tud tiltani arról a szöges virsliről, vagy adott esetben, ha egyébként réten vagy erdőben, ahol másokat nem zavar, elengedett pórázról, akkor vissza tud hívni biztonságosan, mert a kutya, legtöbb kutyának természetes igénye, hogy szabadon póráz nélkül felderíthessen, rohangálhasson, stb. Ideális esetben a gazdájával együtt. És ez az a 10%, amit egy kicsit én azt érzem, hogy te is valahogy ebbe érzel bele, hogy ez a fajta kapcsolat nincs kialakítva a kutyával. Hát nincs.